Eljött az idő. El kell döntened végre, hogy mit szeretnél. Akarod őt? Megteszed, amit meg kell tenned? Uraim, ezért érdemes küzdeni. Klassz eljegyzés a Morning Show-ban, a fejl jó voltából. Na, hívjuk gyorsanról itt, jó? Aki már ott van, ha minden igaz, a kiválasztottunkkal, aki ugye hát nem sokára bekommandozik kedveséhez, és élőben megkéri a kezét. Úgyhogy élő lánykérés ma, holnap és holnap után. Roli, a mi száguldó riporterünk, hogy vidékre is eljussunk, Budapesten kívülre is. Úgyhogy hát átadjuk magunkat az érzelmeknek. Tudunk valamit a párosról? Minden, de elmond. Roli, ketten van, vannak. Ketten vannak, igen, fiúlány. Roli, hello, jó reggelt! Kösz. Reggelt, hallottok? Hú, Rolikám, hát sikerült a legrosszabb helyet megtalálnod, ahol nagyon nincs térerő. De most hallottok, nem? Itt vagyok, hello. Most egy kicsit... vagyok. Hol vagy? A világ végén vagyok, nem árulom el, hogy hol, nehogy megtudja véletlen a hölgy, aki egyébként éppen órát tart egy iskolában, hogy mégis hol vagyunk. Egy iskolában, ennyit segít. Egy iskolában vagytok, hú, na, aha. Ennyi tudatunk. De ha az órát tartja, akkor csak nem rádiózik. Hát figyelj, hogyha egyébként, nem tudom, figyeld ezt a bizonyos promóciót, ami megy nálunk már a múlt hét óta folyamatosan, akkor lehet, hogy tud vagy sejt valamit. De emberünk, aki itt áll velem szemben, 1,70 m befésült hajjal, 500 vörös rózsaket. Sokkor van. Roli, figyelj, bárhol is vagytok, menjetek vagy ablak közelbe, vagy valahova máshova, mert én nem tudom, hol vagytok, és mivel védik azt az iskolát a pajzsrendszerrel, vagy rakétaelhárítással, de konkrétan nincs térerő. Úgyhogy kicsit arrébb kéne mennetek olyan helyre, ahol jobban szólunk, vidd ki a folyosóra emberünket, mert először ő kell nekünk csak, vagy egy ablakhoz, vagy bárhova, a tetőre. Egyre nem hallunk. Most hallotok például, most itt vagyunk ablak mellett. Na, most egy kicsit jobb, igen. Jó. Oké. Okay. Csabának hívják, ennyit elárulok róla, a hölgyet úgy hívják, hogy Csaba drága, kis nem tudom, fotakozta, látom, jó főzaj, Megpróbálok, Roli, megpróbálunk visszahívni, mondjad? Vedd le azt a kihangosító cuccot, létszes a telefonodról, amit a Gyula 30 forintért vett a piacon. Jó, próbáljuk meg annélkül. Hallasz még? Igen, most hallok benneteket, ti engem. Nem, mi térerő bajunk van. Úgy érzed? Szerintem ez térerő, igen. Mi betonbunker ez az iskola? Úgy tűnik, hogy igen, az. Na, most egy kicsit jobb, igen. Most egy kicsit jobb így. Na. Szóval, hogy emberünk itt van előttem, Csabának hívják, a hölgyet úgy hívják, hogy? Anita. Jó. Hogy már van, azt látom, hogy anya jól főz, körszakár, már nem divat, mindegy, ne foglalkozom. Van. És hát virágcsokorral is készültünk, meg itt van már a gyűrű is, ami megnéztük, nagyon szép. Na, mesélj, mit tudjunk rólatok. Igazából több mint egy éve együtt vagyunk, és nagyon sok mindent megéltünk. Szerintem még más 20-30 éve, szóval úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy elvegyem feleségül. És ez egy kiváló alkalom, mert egy olyan különleges lány, hogy nem lehet meglepni. Tehát mindenre rájön. Bármit tett, de nem lehet. Mindenre rájön. Most megint elmert a térerő, vagy igen. Megpróbálunk visszahívni, hát ha már olyan helyen vagytok, ahol van térerő, csak a vonal nem jó, úgyhogy visszahívunk, jó, Roli? Maradj ott, ahol vagy, ne mozdulj, ne menjen Csaba se sehova, mindjárt visszahívunk, jó? Rendben, szavaztok. Ciao, hello, hello. Na, hát egy ilyen után csak igen lehet, gyerekek. Nem, ami ugye biztos. Rosszul indul, az szépen fejeződik be. Bocsánat, ezek csak Csaba érzései és Rolié. Tehát Anitát még nem tudjuk, hogy mit gondol erről. Hát én úgy értem, hogy igen, hogy ezek után már biztos igent kell, hogy mondjam, már ő nem hallja. Úgy annyit tudunk egyébként, akkor gyorsan elmondom, hogy Csaba 31 éves. Aha. És van neki egy tanárnénie, aki egy alsó tagozatban tanít. És hát ő már sokszor gondolt arra, hogy megkérje a kezét, de mindez idáig igazából ez a dolog még nem történt meg. Hosszú ideje nagyon-nagyon szeretik egymást, és most azt gondolja, hogy a tovább lépés érdekében meg kell kérnie párja kezét. Gyerekek, ha Csaba azt mondta, hogy ez egy év. Tehát, hogy egy éve vannak együtt, és az alatt történt velük nagyon sok minden. Most egy évre alapozol Csaba egy házasságot, ha hallasz. Hát lehet, hogy nagyon-nagyon pozitív. Nagyon pozitívak hát, a benyomásai, hogy minden nagyon rendben van. Hát hallottad rutinos alsóban. Na, itt van újra Roli. Hello Roli, jó reggelt! Itt vagyok, szevasztok, most már jobban hallotok? Gyönyörű, sokkal jó. Ez egy másik itt ember. Itt akarunk az élettől. Na, szóval, hogy itt vagyunk az iskolában, igazgató nővel, Kati nénivel drágában, már megbeszéltünk mindent, az egész tanári kar készült ránk, itt vagyunk, és Csaba nagyon izgul. Effektíve nem tudom, szerintem remeg a lába az idegességtől. Jó vagy? Igen, nagyon jól vagyok, köszönöm, és nagyon vártam már ezt a napot. Egész hétvégén tűkön ültem, alig aludtam, úgyhogy... Csaba az előbb azt mondtad, hogy egy hogy egy éve vagytok együtt, és hogy rengeteg minden történt veletek. Mi volt a legjobb, és mi volt a legrosszabb?
Hát a legjobb. Megmondom őszintén, rengeteg jó dolgot tudnék mondani. Rengeteg, de egy se jut eszembe. A király! Rengeteg, jó, de jó lehet! Na, tényleg, rengeteg jó dolgot. A legrosszabb az volt, amikor készültünk az összeköltözésre, bepakoltuk a házat, ahol éppen költöztünk volna, és egyszer fogta magát, és kirabolták a hétvégén. Úgyhogy mindent újra kellett kezdeni, de hál' Istennek sikerült, úgyhogy talpra álltunk. Hallom, hát vele hogy... minden jó, vele még unatkozni is jó, úgyhogy ezért imádom ezt a nőt. Hallom, hogy van egy ex, vagy volt egy ex, akivel neked még meg kellett küzdeni, és már ti együtt voltatok, de... Úgy, mi... nagyon gonosz vagy, úgy, de gonosz vagy. Hát ezt te árultad el nekünk egyébként, mi mindent tudunk rólad. És tudtam, hogy előhozod. Reggel, amikor 35-re jöttetek, én már azt hittem, hogy a készáltalás jó lesz. De, hogy komolyan azt hittem. Na jó, igen, volt egy ilyen pici kis kavarás, aha, nem is olyan kicsi, de... Hát ez mind megerősített abban, hogy együtt kellenetek, gondolom. Igen, mindenféle. Igen, de ez főleg úgy volt nehéz, hogy én külföldön dolgoztam, és ugye itthon volt az exem, illetve itthon volt a jelenlegi párom is, és mentek a telefonálgatások, így, úgy, nem jó, terhes vagyok, mit kéne csinálni, hogy... Szóval bonyolult volt nagyon, nagyon bonyolult. Atya Isten. Gyereket terveztek egyébként? Igen. Nagyjából egy olyan másfél-két év múlva. Másfél-két év múlva. Oké. Okay. Na, mennyire vagytok most az osztálytól? Ez már Rolinak is szól, hogy szeretném ezt most már végig leközvetíteni. Jó, tehát, adom és akkor. Add a Rolit, jó, hogy menjetek el az osztályig, na, álljatok meg az osztály előtt, vegyem még egy utolsó levegőt. Megpróbálok a kihangosítóra, hát hogyha jobban hallunk úgy benneteket. Nem az eszközt használunk, Gyula, köszönjük szépen. Most jó hallottok? Hello? Ja, most tökéletesen. Roli, a legfontosabb kérdés, hogy egy gyűrű megvan-e? Egyébként van az ő, emberünk, aki hozta, nagyon vigyáz rá. Nem, már itt van nálad. És hol nem? Pont jó helyre tetted. Na, akkor a felszinten vagyunk, és elindulunk kommandózva szépen fölfelé. Porta, igen, tanári WC csak férfiaknak, gyerkőcök tanulnak, ha nem tudom milyen osztályban. Gyerünk szépen fölfelé. A folyosón halkan, mögöttem emberünk, és megyünk. Milyen órája van, Roli, azt tudjuk, hogy milyen órája van? Testnevelés. Wow. De nem olyan testi, hogy bent vannak a tornateremben, ja, hanem bent ülnek egy rendes tanteremben, és akkor valamit tanítanak. Elméleti testnevelés. Az nagyon szép. Roli, nagyon fontos nekünk az a pillanat majd, amikor emberünk belép, hogy amíg nem beszél, és nem ér hozzá közel, mondd el, hogy mit látsz a leányzó arcán, ugye mi nem lehetünk ott, tehát hogy megdöbben, nevet. Minket. A leányzó kiszúrt minket, és üveges tekintettel néz minket, hogy akkor most mi történik, gyerekek ledermedve. És akkor itt most mi van? Szóval, a hölgy, nézd, és sír, könnyes a szeme. És itt van, Anita, mondj valamit, nem tudom, bármi. Nem tudom, ez most mi? Akkor most Csabához a mikrofon, Csaba miért is, és miért egyáltalán itt nekünk ezt most? Legalább nem vett meg, szóval... Gyerekek néznek, nem tudják mire menni. Mondd meg nekik, hogy maradjanak csöndbe egy picit a gyereke. Maradjanak csöndbe. Gyerekek, egy nagyobb csöndet szeretnék. Helyes. Veletek is meg fog ez majd történni. Egy olyan 18 év múlva. Ne beszélj túl, csak maradjanak csöndbe. Csaba, mondd, miért jöttünk. Igazából szeretném elmondani neked azt, hogy mindenki életében eljön az a pillanat, amikor már semmit nem kívánhat az életével. Mindent megkapod. Egy olyas valaki oldalán, mint például te. És rengeteg jót és rosszat megéltünk együtt, tudom nagyon jól, de szeretnék még többet, és csak veled, és ameddig csak élünk. És azt szeretném, hogyha részt vennél az életemben, amit csak élek. Térdelj már lehé! Jó van! A legjobb volt. Holnap nem arról itt tudjuk. Közben letérdelt. Hozzám jön feleségül. Előkerült a gyűrűt. Meg volt a kérdés, jön a válasz. Gyerekek, csendet, meg volt az első megkérdésünk. A város analizátok a sírét, fogja az arcát, és remeg a lába, és tiszta könnyes már az arca. Igen. De szép! De romantikus. Mi történik, Roli? Igen. Mi történik? Jöhet az első csók, Anita közeli emberünkhöz, Csabához. Csaba felemelkedik, nagy ölelés. Mind a ketten becsukják a szemüket, olyan romantikus. Ha nem dumál, hát szép. Igen, ha nem beszélnéd szét, adás után beszéljünk. Jó, egy puszi, ezt halljátok, nagy puszi. Igen. Meg volt a sok puszi. Hát akkor úgy tűnik, hogy összehoztunk egy pár. Na, Anita mondjon valamit. Anita első mondatait szeretnénk hallani, hogy mit szól. Gyerekek, csendet érünk, légy szíves. Csendet érünk, köszönjük.
nem tudok semmit mondani, nagyon boldog vagyok. De legalább most már megnyugodt, hogy nem ki akarják rúgni a kettőt. Szóval. Igazgató nőtől, Kati nénitől egy puszi. Anita, biztos, hogy jól meggondolta? Kell ez neked? Figyelj! Igen, nagyon. De csak a gyűrű miatt, vagy egyébként szerezett a mamlaszt? Én mondtam neki, hogy egy 50 forintos gyűrű is, majd ha eljön a pillanat, akkor megfelelő lesz, de erre most én nem számítottam. Jó. Hallasz, Roli? Roli, hallasz? Roli, nagyon fontos, ilyenkor ugye elhangzik egy-egy ígéret, hogy ugye Anitát ez most abszolút spontán érte, hogy mondjon ő is egy ígéretet, amit megígér az ő párjának, és mondjon ami Csabánk is egy mondatos ígéretet, amit ő most ott ország világ előtt, a Klassz FM hallgatója előtt, több millió ember előtt megígér az ő kedvesének. Ez keveseknek adatik meg egyébként, ugye, hogy ekkora ígéretet tudjon tenni. Egy-egy mondatot halljunk mindenkitől, jó? Kezdje Anita! Anita, most, ami hirtelen eszedbe jut, ígérj valamit Csabának. Egy életen át, mit? Ami gondolod? Mit szeretnél, mit ígérj? Ígérj valamit. Egy szexuális, az a biztos. Igen, itt akartam mondani. Bármit ígérsz, megteszem. Ó, ezzel ennyi múlva már nagyon durván vissza lehet élni. Én meg is tenném. Csaba? Csaba, te jössz, ígérj valamit egy életre, Anitának. Hát ez most elég ilyen szokványos lesz, de örök hűséget. Viszont ez nem fog menni, látom rajtad. Szemét. Na jól van, örülünk! Ügyesek vagytok nagyon! Anita, Csaba, sok boldogságot kívánunk nektek, jó? Örülünk, hogy ezt előttünk tettétek meg. Jó. Még annyi, hogy gyerekek, most fordítsátok el a fejeteket, jöhet a nyelves, hogy kis nyelveket lássa. Képet, Roli, csinálj képet mindenképpen, jó? Csinálj képet. Jó? Megtörténik. Na jól van, örülünk nektek akkor. Jó, Roli, gyere adás után raportra. Jó? Elbeszélgetésre. Sok boldogságot kívánunk nekik, Roli, mondd meg, jó? Köszönjük, puszi. Sok boldogságot kívánunk mindenkinek, de érezzétek jól magatokat. Nektek is, ameddig sok szeretnétek. Legyen jó. Ügyes volt. A Csabát ad még egy pillanatra? Ott van még? Itt vagyok. Gyertek ki az osztályból, hogy ők hagyd tanuljanak tovább, jó? És akkor Csabával még egy mondatot csak beszélünk, hogy... Jó. Amikor megbeszéltek otthon délután, mit azért tök, nem tudom. Azért húzd már fel az ujjam, de... Hát tényleg, az fontos. Jó. Fölhúzta a gyémán gyűrűt? Igen, még most a nyálazás volt, kis puszi, igen, és akkor most Csaba már tartja a gyűrűt, Anita az ujját. Éppen megcsinált francia manikűr. Pont passzol az ujjára a gyűrű. Na, hát ez is fontos, nagyon jó. Bár egy 50 forintos gyűrűre bármikor lecserélem, hisz mondták, hogy nem igen. Fontos. Ez most még hiszem, hogy az üvegzányban is. Ölelés, romantika, ilyenek vannak. És nagyon nézik egymást, és nagyon szerelmesek. Ez látszik a szemükön, hogy ez egyáltalán az. Jó is ez. Jól van, gyertek ki, csak közben még... Akkor gyerekek, köszönjük szépen, kellemes további tesi órát nektek itt a, nem tudom, matematika füzet fölött. Sziasztok! De jó, hogy nem lett pedagógus a Roli. Nagyon. De ez mindenkinek, neki is, nekünk is, gyerekeknek is, igen. Na, gyere, Csaba! A Balázs csak veled szeretne beszélni, kapsz egy-két jó tanácsot a következő, hát szerintem másfél évedre még el nem váltok. De gondolom, hello, na milyen érzés? Csak kíváncsi vagyok, tudom, hülye a kérdés, de hogy ez ember ilyenkor megkönnyebbül, túl vagy rajta, így gondoltad, milyen volt? Hát én iszonyúan izgultam, megmondom őszintén, akkor izzadság volt volna a hónajamon, mint fú, Jézusom. Mint Erzsébet király, akkor integet, szóval ez durva, nagyon durva volt. Egész hétvége úgy tehát képzeljétek el, hogy az a lényeg, hogy páromot nem lehet meglepni. És annyira titkolózás volt, izgultam, WC-n ülve írtam, hogy mit fogok mondani, de rohadtul nem azt mondtam. Nem is tudom, mit mondtam, de elmondtam, amit akartam, úgyhogy végül is. Figyelj, ez ilyen, az ember visszagondol, és semmire nem emlékszik, csak hablatyolt valamit. Tehát a lánkérése 90%-a valami katyvasz, ami ilyenkor kijön. A budin ülve gyakoroltál? Hát ott is. Utána megadtad a módját. Megadtam. De ez még nem jelenti azt, hogy szar lesz. Reméljük, hogy nem. Na jól van. Csaba, gratulálunk nektek. Köszönjük, hogy ezt előttünk tettétek. Megviseljétek azt a kis gyűrűt, amit kaptatok tőlünk, ugye, és hát nyilván ennek az eseménynek a szponzorától, támogatójától. Nagyon szépen köszönjük. Ócsó, meg volt a gyűrű, erre gondolj. A lagziba beforgathatod a lóvét. A lagziba forgass bele. És kezdj el agyalni az első bármin.
Én bizonyám, bármit, amit kérsz, megteszem. Évekkel később ez már aranyat ér. Na jó, mindegy, van erről felvétel, szóval le tudom neki játszani. Jó, van. Ügyesek vagytok, gratulálunk még egyszer, sziasztok, köszönjük. Sok boldogságot nektek. Sziasztok. Csaba, Anita, Fuszi, hello, köszönjük szépen. Klassz eljegyzés a Morning Show-ban, a Fejl jó voltából. Na gyerekek, lánykérés, ugye romantikázunk ezen a héten, legalábbis hétfőn, kedden és szerdán. Aztán, ha valahol hallunk egy nemet, akkor még tovább, mert akkor beugrik valaki. Pótselejtezőt játszani csütörtökön, de hát reméljük, hogy nem lesz nem. Csak egy picit. Mert ugye egy gyűrűt kaphat az, aki igent mond, méghozzá egy gyönyörű szép gyűrűt, ugye? Így egy van. Nem is akármilyen gyűrűt. Brilliáns csiszolású gyémántokkal ékesített fehér arany gyűrűt kap. Vittek el tegnap fehér aranyat, és miért akkor ma sárga arany? Van. Sárga arany. Minden nap más arany. Más arany van. Van fehér arany, sárga arany, és a harmadik az vegyes lesz biztos. Abban is sok minden ugye, van, igen. Abban minden a harmadik fajta arany nincs, szerintem. Van? Nincs. De azért mondom, hogy a kettőt szokták ötvözni. Tehát már úgy értve, hogy összecsavarják a kettőt. Azt a mindenség. De van vörös arany is. Nincs? Vörös higany van? Az nem jó. Ezt nem tudom. Nem, van vörös arany is, azt hiszem. Uh-huh. Szóval a lényeg, hogy ugye vártunk a múlt héten e-maileket, és arra kértük a mi hallgatóinkat, hogy aki még nem kérte meg a párja kezét, és előttünk szeretné valamit hallgatóink előtt, vagy nem tudta rászánni magát, mert nem volt benne elég bátorság, és úgy érzi, hogy ha hallgatói mögött állnak, akkor meg tudja tenni, vagy sok nemet kapott, és talán azt gondolja, hogy a nyilvánosság hatására most kap egy igent, vagy csak egyszerűen úgy érzi, hogy most jött el az alkalom, írjon nekünk e-mailt, mi kiválasztunk hármat, bár csak többet tudnánk, hát több ezer e-mail a gyerekek. Egyébként elképesztő, mindenki házasodni akar, vagy hát legalábbis lányt és fiút kérni, de sajnos ennyit nem tudunk választani, szóval kiválasztottunk hármat. És tegnap már megtörtént az első lánykérés, helyesek voltak. Bizony, nagyon aranyosak, egy ugye iskolába látogatott el Szani Roland és ugye a vőlegény jelölt. Egy tornaórára és a tanárnéni kezét megkérték, aki sírt, a gyerekek szétszaladtak. A gyerekek iszonyatosan szerették az egész sztorit, nagyon élvezték, az hallatszódott a háttérből. Most azon gondolkodtam, hogy ugye most fordított az eset, tehát lány kéri meg a fiú kezét. Hogy összejött-e a bármi? A bármi is, nem hogy a Roli összejön-e a mennyasszony jelölt, de nem, hanem hogy akkor itt most ki fogja viselni a gyűrűt. Hát itt a lány húzza föl a fiú kezére. Igen, és akkor egy gyönyörű, brilliánssal az ujján fog masírozni a férfi. Mutatós azért, mutatós darab, csak hát fura lesz egy kicsit. Igen. Kicsit igen. Fura lesz, de lehet, hogy szerzünk neki egy fiú gyűrűt, majd akkor a fiú, miután ha van igen, akkor visszahúzza a lány kezére. Vagy a lány azt mondja, hogy igen, és a fiúval feltetett egy kérdés. Igen, ez jó. Jogos, eleve érdekes az élethelyzet, hogy miért dönt úgy egy nő, hogy nem várok tovább, ha te nem, akkor majd én. Nem? Hány év lehet mögötte? Hány év keserűség? Na mindjárt meghallgatjuk. Roli itt van velünk. Hello Roli, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Azért is lenne furcsa, hogyha emberünk viselni ezt a gyűrűt, mert hogy éppen egy spakli vagy egy cserpák van a kezében, hiszen egy építkezésen vagyunk. Ez meg talán nem néz ki jól. Viszont itt van velem szemben Henny, aki nagyon izgul. 30 éves vagy, 1,52, ha minden igaz, mindent elmondtam. Igen. Sziasztok, jó reggelt! Hello, Henny, jó reggel, ciao. Az mit jelent, hogy ott vagytok már az építkezésen, hogy lát benneteket, vagy még titokban vagytok ott, és nem sejt semmit? Még nem sejt semmit, a főnökkel van vele, őt beavattam, és fel fogunk menni két emelettel feljebb is, meglepjük. Uh-huh. Nem kettő, négy, azt mondták, a negyediken van, úgyhogy itt most sportolni kell. Na, tényleg, akkor szaladunk. Jó, Henny, még ne szaladjatok, egy kicsit mesélj magadról, hogy miért döntöttél úgy, ugye ez ritkább, amikor nő kéri meg férfi kezét, mióta vagytok együtt, mit lehet rólatok tudni, mióta tart a kapcsolat, és hogy pont most, mesélj egy kicsit nekünk, hogy jobban megismerjünk. Hát én idén lettem 30 éves októberben, 14 éve tart a kapcsolatunk, tehát ő az első szerelmem, és neki is én, van már egy közös kislányunk, 5 éves, Blanka hercegnőnk, és tudni kell róla, hogy 4 lánytestvére van. Őket nagyon sokáig segítette, és pont a 30. születésnapomkor adta férjül a legkisebbet, és akkor kaptam pár megjegyzést, hogy miért nem vett még el, és igazából én is úgy érzem, hogy most jött volna el az ideje. Én tettem neki megjegyzéseket, de hát férfire ívén nem vette a lapot. Ezért úgy gondoltam, hogy rávezetném arra, hogy nekem ez most már fontos. Uh-huh. Az mit jelent, hogy 4 lánytestvére van, akiket ő nevelt? Tehát addig nevelte őket, amíg fel nem nőttek, kiházasította őket ezzel a szóval, és utána tud majd most rád koncentrálni, szerinted? Így van, igen. Tehát ő nevelte a lánytesókat. A lánytesók most igen. Már kirepültek. Igen, mindenki. Uh-huh. És azért faramúci a helyzet, bocs, hogy beleszólok. Dehogy is, mondjad. Szóval, hogy állítólag hölgyünk azt szeretné elérni, hogyha majd felmegyünk most a 4. emeletre, akkor igazából 2 mondattal odaadja majd ezt a gyűrűt urunknak, aki meg fogja kérni az ő kezét. Így van.
Ez érdekes. Csak ő a férfi. Aha, tehát nem akarod ezt elvenni tőle? Nem, semmiképp. Azt írtad itt a levélben, hogy a sógornőid megpukkadnának az irigységtől, ha ez a gyűrű átadás megtörténne? Igen, irigykednek vagyunk, mit mondanak? Igen, voltunk rosszabb, jobb kapcsolatban, de igazság szerint feszültség mindig akad. Aha. Na most lesz igazán, hogy ezt elmondtad. Igen, egyébként milyen szép történet, és milyen ritka, ugye? Tehát az első szerelem az mindenkinek fontos marad, az első szerelem nevét az ember megjegyzi, vissza tudja mondani, és emlékszik rá, aztán jön egy csomó kapcsolat még, és aztán végül kikötünk annál, akit elveszünk. Nagyon ritka ez, hogy ez így történik, hogy 32 éves a párod, te 30 és 14 éve vagytok együtt. Így van. Soha nem is volt más, nem is szakítottatok, nem is jött közbe senki? Nem. Vagy ha igen, akkor az a múlt homályából. Én is azt mondanám mindenki. Hát kinyírnám, ha kiderülne valami. De szép, nagyon szép kis történet. Ez főleg úgy, hogy úgy tűnik, hogy a párod egy nagyon jó ember az alapján, ahogy így lefestetted. Igen, ő mindig a humora az, ami mindenen átsegít minket. És mit mond, amikor ez szóba jön? Vagy mit mondott, amikor te ezt bedzegetted neki, rákérdeztél, nem akarsz-e, nem gondolod-e? Persze mondta, hogy ott vannak a tesók, oké, de hogy reagált, például amikor legutóbb felvetetted, hogy hát most már jó lenne valamit tovább lépni, vagy ha eljegyeznél? Hát igazság szerint nem veszi komolyan, mivel eddig nekem sem volt fontos a papír. Meg ugyan nagyon nagy a családunk, úgy voltunk vele, hogy sokba kerülne ennyi embert megetetni egy alkalomért. Jaj, de szeretem, ha valaki. Szimpatikus, anyagias gondolkodás. Most már az ideje, hogy megérek annyit, hogy most már egyébként szeretnék, hogy szeretnénk babát jövőre, és hogyha már a feleségként várnám. Hogy nem azt mondanám, hogy bemutatom a páromat, hanem a férjem, ez most már nekem is fontos. Hát igen, meg fontos gondolom hallani, hogy a feleségem. Nem? Tehát, hogy az is egy jó érzés, vagy azt is jó érzés nőnek, vagy nőként hallani, hogy itt van mellettem a feleségem. Hát a kérdés, hogy a hapsinak fontos. Igen. Ez lett volna a következő kérdés. Aztán elengedünk benneteket, menjetek, hogy azért attól nem félsz, hogy ő azért nem tette meg eddig? Mert hogy még egy kicsit szeretné, fél tőle, kötöttség, talán azt érzi, hogy akkor innentől kezdve nincs tovább. Nyilván nem így van, de hogy oka van annak, hogy ő nem kért meg. Akkor nem lennénk ennyi ideje együtt, én úgy gondolom. Aha. Tehát nincs ilyen félelme a házasságtól, vagy nem beszélt erről, hogy jó, ez így maradjon, így minek az a papír? Nem mondott ilyeneket. Nem. Én mondjuk vele vagyok. Itt van valaki, aki ezt ismeri. Oké, Rolikám, menjetek, szóljatok, ha már ott vagytok a helyszínen, jó? Vagy elindultunk, üres raktárépület, vagy nem tudom micsoda, szerintem kicsit visszhangzik is. A negyedik emeletig kell felvennünk. Természetesen a munkások, akik itt dolgoznak mellettünk, nagyon figyelnek. De most merre menjünk? Mindenhol cementes. Fölfelé, Roli, fölfelé, ha a negyedikre vél. Figyelj csak, havazik Miskolcon? Közben, amíg így fölöslegesen fested le az épületet. Havazik Miskolcon? Még az is havazik. Az M30-ason, hogyha tudom, ha jól tudom, az a bejárója. Tehát, hogy 80-nal tudtunk jönni, az egyébként 130 helyett, vagy 110 helyett, még annyival sem. Csúszik nagyon az út, figyelje mindenki oda, szerintem. De csak itt Miskolc magasságában, egyébként az M3-as jól járható. No, már a másodikon vagyunk, Henry előttem, én mögötte. Közben esik a hó, mindenhol kosz, mindenhol bor, éppen az álmennyezetet építik. Második emelet, igen, közeledünk, embereink nagyon néznek, lift mellettem nem működik, na bemehetünk vagy nem mehetünk. Kérdő tekintetek, mehetünk. Jött egy SMS közben, szívem, gyere már, itt vagyok a negyediket. A második jöttünk szerintem, mindenki integet, helynek, nem tudom, remegnek a lábaink, talán így, bemegyünk egy sötét helyre, oda én be nem megyek, hát ott félek. Na nézzük akkor, hogy hova, merre, mi mégsem, ott egy boilert építenek. Gyere már, nézzük meg akkor, Jani. Janit kihívják a sötét helységből, bejöttünk egy másik. Jani, megjött Jani, nézd nagy szemeket, szervusz, Sunny Roland, klasszeszem, a kedves, hát párodat nem mutatom meg, szerintem ismered őt, nem? Láttam már valahol. Mit gondolsz, miért jöttünk? Nem tudom. Na hát akkor most mindjárt elmondja neked a Henny, hogy vajon mit is szeretne tőle. Innentől én átadom nektek a szót. Henny, kérlek, amit szeretnél. Szóval szívem, segítséget kértem a klasszeszemtől, mivel 14 éve vagyunk együtt, férjhez adtad a legkisebb fogadat is, és úgy gondolnám, hogy szeretjük egymást, és hogy rajtam lenne a sor, pedzegettem neked, és szereztem egy gyűrűt, hogy megspóroljak neked egy kicsit. Szerintem tudod, hogy mi lenne vele a dolgod, mit várnék. Most volt az... Most volt.
most volt a, ugye a 14. évfordulónk, és hát jó lenne, ha jövőre úgy mutatnád be most már valakinek, hogy a feleséged. Az komoly. Ez most tényleg igaz? Hát szerintem igen, legalábbis én azért jöttem, hóesésben, nagyon sok kilométer. Nem tudok mit mondani. Látom, hogy meglepődtél. Ez tényleg komoly? Átadni neked. Mert szeretném, hogyha... Most érdeljek le. Hogyha neked az jól esik, akkor csináld, figyelj, én nem szólok bele, amit most az a jó, az a jó, Roli, ne szólj bele, az a jó, ha hallgassuk, hogy mi történik. Szevasz, Balázs. Hello, itt se vagyok, csináld csak. Letérd el. Drága kis szerelmem, leszel a feleségem. Igen. És most már csók, és nagy ölelés, és boldogság. Akkor volt igenis. És lehetett látni a Janin, hogy nem tud mit mondani. Rendesen lefehéredett. És most egy újabb csók, és nagyon szeretik egymást. Na most mondjatok valamit. Hirtelen első megrökönyödésből. Azt a kutya! Soha nem fogok megkomolyodni. Pedig azt mondták, ha lesz egy gyerekem, egy fiam, megkomolyodok. De lányom lett. Úgyhogy így nem sikerült, és nem is fogok. Nem is kell. Négy szeretlek. Na. Még annyit hozzáteszek, hogy egyébként Janina könnyes a szeme. Figyelj, jaj, olyan szép vagy. Na, az megható, az megható. Főleg egy olyan férfinél, aki kevésbé fejezi ki az érzelmeit. Henikém, egy ígéretet halljunk tőled is, Jani ígéretére pláne kíváncsi vagyok. Egy-egy mondat, hogy mit ígértek egymásnak. Ez a Jani meg fog szenvedni, de kíváncsi vagyok. Heni, te mit ígérsz Janinak? Egy mondatot halljunk. Kitartok mellette, mint ahogy eddig is. Oké, Jani, te mit ígérnél? Ugye megtörtént az eljegyzés, ilyenkor mindig van egy mondat, amit az ember megígér. Én megfogadom, hogy nem komolyodok meg, és nem változom meg. Ez az! Jó volt, Jani! Így kell! Így csinálja egy igazi férfi. Megkomolyodok, nem változom meg. Elvettelek feleségül, de... Na jó, Henikém, milyen érzés, hogy túl vagy rajta? Gyűrű van az ujjadom. Ó, én nagyon boldog vagyok. Igen? Törülök neki, igen. Még és ha... úgy veszem észre, hogy ő is boldog. Igen, még ha kicsit fel is húzattad ezt a gyűrűt a saját ujjadra, tulajdonképpen. Ugye? Én húzta az egyébre. Igen. Jó a gyűrű? Én segítettem. Igen, pont jó, és csodaszép. Na, jaj, de jó. Akkor basszabb én vagyok, vagy mi? De jó, ez az. Igen. Figyelj, az lenne a korrekt. Figyelj, erre nem készültünk, de ott a főnököd elkérünk tőle, és akkor a mai napot együtt tudjátok tölteni egyébként, mert megérdemelnétek. Jól van, Henny, hát nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Jani, hős vagy, hogy ezt így élőadásban, így tétovázás nélkül megtetted. Volt némi elbizonytalanodás, de ezt áthidaltuk gyorsan. Úgyhogy sok boldogságot nektek. Ez nyilván semmire nem kötelez benneteket, reméljük, hogy mire jön a baba, addigra esküvő is lesz, jó? Mert hogy egyébként szívesen elmennénk egy lagziba. Egyébként finoman meghivatnánk magunkat, igen, igen. Kultúráltan viselkedünk, nem eszünk, nem iszunk sokat, de évfélre nagyon részegek vagyunk mindannyian. Igen. Jól van. Jól van, sok boldogságot okay. Nektek. Köszönjük. Sziasztok, köszi, ciao. Hát ennyi, 2.0 a mi javunkra. Rolikám, nagyon jó voltál. Ma megdicsérünk. Tegnap megveszőztünk, ma megdicsérünk. Holnap találkozunk, vigyázz magadra, ciao. Szevasztok. Hello. Ciao. Hello. Hallgatok, írják, hogy az igazi csavar az lett volna, ugye, hogyha a Jány megkéreti magát, és amikor megkéri Jani, azt mondja, hogy nem. Igen. Nagyon kemény, és mennek lefelé, és mindenhol jobbra és balra hüpögő villanyszerelők, kőművesek, szobafestők, igen, burkolók. Nem, helyes volt. Én értem, hogy Henny miért tette meg, tehát nagyjából megvan Jani karaktere. Ő az érzelmeit talán egy kicsit kevésbé kimutatni tudó, az érzelmeiről kevesebbet beszélő pasi, aki minden jó van úgy, ahogy van. Minek tegyük ezt meg, jó ez így típus. Én inkább fugázok. Igen, hát mondjuk a barna csempe rózsaszín fugával az a legjobb a világban. Az egy nagyon szép dolog. És Henny úgy döntött akkor, hogy hát itt neki kell irányítani. Klassz eljegyzés a Morning Show-ban a Failio voltából. Lány kérdésre rámegyünk? Persze. Ugye már kettőn túl vagyunk, és... Most jön a harmadik. Mit tudunk a mai emberünkről? Még nem sokkal. Az egyik hölgy, a másik pedig férfi. Aha. Tehát klasszikus felállást. Így van. Fogunk hallani egy ilyen tradicionális. Ma kicsit maradi. Így van, de... Hát gyerekek, mindjárt elmondja ő. Jó? Az a legjobb. Elmondhatnánk mi, hogy mióta vannak együtt, miért szeretné megkérni a párja kezét, de hát mondja el ő. Uh-huh. Hívjuk Rolit, ami száguldó riporterünket, és... Elmondja, hogy mi a helyzet. Itt van, Roli? Szerelem pápája.
Rolikám, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Itt vagyok, harmadik alkalommal, na. Lehet 100%-osak leszünk így 3 nap alatt. Jó, Rolikám, tudod a jelszó, több romantika. Több romantika. Rolikám, még több romantika. Tegnap már alakultál, ma még többet. Több kupidó. Na, ki az áldozat? Hogy hívja? Itt áll mellettem Feri. Több romantika, ki az áldozat? De szép kontraszt. Szóval, hogy a mai áldozat Feri, aki itt áll már mellettem, 38 éves, a kedves párja pedig a Brigi, december 13-án lett, mit mondtál, mennyi Feri? 38. Mindig 38. Úgyhogy akár születésnapi meglepetés is lehet mindez. Ma, ami tudni kell rólad, az, hogy csomó rossz dolog történt veled ebben az évben, ha minden igaz. Így van. Igazándul meghalt édesapám, ez a legrosszabb dolog. Pár évvel ezelőtt érni egy nagyobb dolog, leégett a házunk. Ugye ezt már azóta újraépítettük. Gyakorlatilag ennyi egy kicsit, hogy az évben mély repülésben voltunk. Ezt szeretném egy kicsit kompenzálni, illetve feltenni a koronát az évre. Picit megint rosszul hallunk, Roli, hogy megint a szettel vagy mi történik, hogy nem hallunk? Nem, most teljesen telefonnal vagyok, úgyhogy ha valami kimaradás van, akkor azt köszönjük a szolgáltató. Lehet, hogy akkor a szolgáltató. Na, Feri, mesélj egy kicsit arról, hogy mióta készülsz erre, hogy nem történt eddig meg, beszéltetek-e már erről, hogy milyen jó lenne, ha te megkérnéd a kezét, esetleg ő felvetette már ezt neked? Szóba jött-e már? Mesélj erről egy picit. Hát hiába mondanám, hogy nem beszélt, úgysem hihető ez, egy nőnek mindig fontos ugye az esküvő. Beszéltünk róla régebben, azt mondom, hogy jó néhány évvel ezelőtt, utána születtek a gyerekeink. Nem akartunk egy ilyen, azt mondom, hogy a átlagos dolgot, hogy akkor most a gyerekek miatt összeházasodni, és utána szépen ez lecsendesült, és utána már ő sem említette, illetve bennem utána erősödött fel az elmúlt időszakban. Az mit jelent, hogy nyilván értem magát, hogy mit jelent az, hogy az embernek leég a háza, de ez effektíve úgy kell elképzelni, hogy volt egy házatok, egy kis szerelmi fészek, és az egyszer csak porrá égett, és ki kellett onnan költözni, szülőköz menni, és nem volt ház, eltűnt? Ez úgy néz ki, hogy egy családi háznak a tetejét, tetőterét csináltuk meg én ikerházzá, és amikor hazamentünk, már csak a tűzoltójegyzőkönyvet kellett találni, felindult a lépcsőn az ember a lakásába, és az eget látta. Tehát gyakorlatilag az összes emlék, odáig volt, nem is az anyagi dolgok, hanem az emlékek, az összes fénykép, az összes felvétel, kis cipőktől, az első kis cipőn kezdve, talán most te is át tudod jobban érezni, minden oda lett. Tehát gyakorlatilag néhány dolgot tudtunk megmenteni a nulláig életünk, teljesen nulláról kellett kezdeni. Hova mentetek, vagy hol laktatok utána? Ez egy családi ikerház és a tetőtere volt, egy darabig leköltöztünk anyósomékhoz, akik beáztak ugye az oltás meg amit tudom miatt, de úgy ítéltük meg, hogy együtt kell a családnak, együtt erősítsük, mert mindig egy kicsit valaki elhagyta magát, és a többiek visszahúzták, ugye, és így könnyebb volt. És ez egy éven belül történt? Tehát édesapad halála és a ház leégés? Nem, a ház leégés az 3 éve, most volt a 3 éves évfordulója októberben, és édesapám pedig idén márciusban halt meg. Hát akkor azért ezek valóban kemény évek, ahogy mondod. Ez mindenkit nagyon megterhelne. Mivel foglalkozik a párod? Óvónő. Óvónő. És most beszéltetek már a vezető óvónővel, hogy be tudunk-e menni? Én nem beszéltem igazándiból. Uh-huh. A kollégák már... Minden le van beszélve az óvónővel, aki már várt minket. Azt mondta, hogy mihelyest meg vagyunk, és mihelyest hívszok, mehetünk egyből be. A Brigi, aki egyébként Ferinek a kedves párja, és remélhetőleg igen fog mondani, pedig semmiről nem tud. Egy ilyen mini csoportban van 5 gyerkőccel, akik kicsik, tehát hogy 3-4 évesek körülbelül. 3 évesek, a legkicsik talán még kicsik, 3-4 évesek. Ez egy gyakorlatilag az óvodának egy ilyen nulladik csoportja, olyan kis csoport előtti. Aha. És két gyermeketek is, ha jól értettem. Zsófi, Nóri, a Zsófi most ott ül az iskolában, és megengedték neki, hogy a rádió mellett. De tűnik. Édesem, ő hallgatja most apát, hogy mit mond. Mit mond. Hogy mikor és jövök én. Amit még nem mondtál el, hogy egyébként 20 éve vagytok együtt. Ja, igen, tehát pont idén vagyunk 20 éve együtt, úgyhogy ez egy ilyen jubileumi
évforduló, és kicsit szorongatom a lapot, itt van egy ilyen kis firka a kezembe, amilyen segítség, leírtam egy pár sort, hogy kicsit igazából segítsen. Egy pecni tönkremenve, én pedig a Feri szorongatom a karját, hogy valami bátorságot öntsek bele, mert nagyon fél. Ha fölírtál néhány mondatot, hogy mit szeretnél elmondani? De helyes vagy. Fejből mondom, de már látom a részét, egy részét papírra, a másik pár mondatot meg a kezemre sikerült, hogyha nagyon puskázni kell, akkor ne legyen feltűnő a papír. Vigyázz, ne izzadj, mert a kézen úgy akkor elmosódik. Igen, már a fele nincs meg, de... Figyelj, nézd le nyugodtan, az nem baj. Tehát ha választani kell, hogy az ember besüljön, vagy inkább puskázzon egy kicsit, akkor nyugodtan nézd le, olvasd föl, mondd el neki, szerintem ő úgyse erre fog emlékezni, hanem arra, hogy bementél hozzá, és megkérted a kezét. Jó, Rolikám, tudunk akkor mindent Feriről, ez nagyon megható, nagyon szép történet, most már csak az kell, hogy igen legyen, megérdemelnétek, azért az szerintem mindenki számára kiderült, nem volt könnyű, nincsenek könnyű évek mögöttetek. Menjetek akkor, jó, közvetítsél, hogy hol vagytok, még egy pillanatra álljatok majd meg az osztály előtt, ha ott vagytok. Dunakeszin vagyunk, tehát ezt elárulom, nyilván nem hallgatja Brigi az adást, elindulunk befelé. Hát ahogy egy óvoda kinéz, itt álltunk egyébként a játszótéren eldugva, mert nagyon kicsi az épület, és hogyha bementünk volna, akkor nyilván kiszúr minket. Most megyünk fölfelé a lépcsőn, mellettünk ilyen évelő növények, minden szép zöld, a hú is, most nyitom ki az ajtót, jövök be. Mindenhol megrajzol, Lotti, Dávid, Csongi, Pumák, kérjük az ajtót becsukni, és jön az Adél, itt az Adél, azt mondom, maradjunk csendben. Lejöttünk. Gyerek kabátok, gyerek cipők, arra cipbe, hogy szerintem én, a karácsonyi próba, a most szepen. Várjál, Roli! Csoport. Igen. Meglátott benneteket? Nem, be van csukva az ajtó. Ja, jó. Halljátok, megy valami zene. Igen, csak megijedtünk, mert elment a térerő, és azt vissza akartalak hívni, de akkor vagy, most újra vagy, úgyhogy hallunk, jól? Igen. Na, akkor most jön a pillanat, itt vagyunk mindannyian az ajtó előtt, folyik a karácsonyi próba, és akkor most benyitok az ajtón. Jó. Na, látjuk, hogy mi történik. Édesek, most énekelnek. Na, gyerünk. Sziasztok! Egy kicsit kikapcsolhatjuk a zenét. Sziasztok, gyerkőzök! Megkezdsem azonnal. Hogy kell kikapcsolni? Hogy kell kikapcsolni? Kapcsoljuk ki azonnal. Megtöbbszín. Na, hát sziasztok, gyerekek! Szia, Brigi! Jól mondom, Brigi vagy, ugye? Igen. Jó, közben intézkedünk, a gyerkőzök öten vannak, nagyon aranyosak, nagyon picik. Itt vagyunk bent az óvodai helyiségben, szobában, nem tudom, hogy mondják. No, azért jöttünk, mert van nekünk egy ilyen akciónk, játékunk, akármi, és innentől kezdve én nem is mondok semmit, átadom a szót a kedves páromnak, aki tud, hogy imád téged, és nagyon izgul. Jó. Igazán, Dibor, én azt szeretném csak mondani, hogy van egy olyan dolog az életben, amit sokkal régebben meg kellett volna tenni, de rádöbbentem, hogy most itt állok előtted, és akarom mondani, inkább térdelek, hogy jó, bizonyítékkal szolgáljak arra az érzéseimre, hogy amit érzek irántad, vagy amit már mondtam neked régebben is, hogy őrült kölyökből nyugó vadállattá tettél, létemből fakadtás, lényem része lettél. Jó. Szeretnék igazándiból tedd a kezed a szívemre. Szerintem. Jó. Ez a szív kérdezi most tőled, hogy hozzám jössz-e feleségül. Nem jössz, 20 éve vagyunk egy. Szerintem. Jó, sokat nem. Tudom azt a gyűrűt. Jaj, Feri. Még nem mondta ki. Ki mondta? Nem még, várunk. Nagyon tiki, hát olyan úristen. Igen. Na, megvan. És most már csuk és nagy ölelés, és Feri végre megnyugodott. De még mindig remek kicsit a kezem. Aj, hát a leghelyesebb történet a három közül. Bekönnyeztem. Igen. Nem tudod, hogy lejátszák, hogy most hol van? Ez most élő adásban egyébként a Klassz FM-en, csak hogy túl. Szia, Brigi! Jó reggelt! Hello, morning show! Feri, Janás, Jani Balázs, hello, ciao! Balázs! Hello!
A lánykérésnek nem örült ennyire, mint a Balázsnak. Igen. Kicsit izgultunk, hogy nem mondott ki. Igen. Térek magamhoz, nem nagyon... Az a helyzet, hogy a Feri kibeszélt magából mindent, most nem tud mit mondani, egyszerűen csak öleli a Brigit. A Brigit pedig csak néz is, picit könnyes a szeme. Mondjuk a Ferinek jobban. Jaj, de jó. A Brigit szólaltásuk meg, hogy vagy Brigi? Hello, jó reggel, szia, na mit szólsz? Hát nagyon meglepődtem, 20 éve vagyunk már együtt, meg ide az óvodában, meg azt nem tudom, most inkább olyan, nem tudom. De ennél jobban be se tudnál lenni a sarokba, nyugi, gyere már! Folyamatosan hátulnak a sarokba. Figyelj, ha már lánykérés, annak így kell megtörténnie. Tehát egy sima, csendes őszi délutáron otthon is jó, de így bemenni az óvodába, és 20 év után egyszer csak a párod megjelenik egy rádióstábban, hát ez igazából így kerek. Kicsit gondolkoztál, hogy mit mondjál, vagy csak meghatódtál, és azért vártál az igennel? Hát igen, meghatódtam, igen. Meghatódtál, nem csodálom. Jól van, milyen a gyűrű, fölment az újra? Nem, még. Újra? Nem? Egyébként a gyűrűt még föl sem húztuk a Priginek az újjára. Most érkezett, eddig vigyázott rá nagyon. De itt van egyébként a gyűrű készítője, személyesen hozta el és vigyázott rá egészen. Mostanáig most történik meg. Hogy remeg? Nem tudja felhúzni az újjára az gyűrűt, annyira remeg a keze. Most melyikre? Jó, gyűrűs újra. Jó, megtörtént, fölment, pont jó. Hogy tetszik? Nagyon szép. Nem tudok semmit mondani, tényleg. Semmi okosat most. Mondja, jó. Köszönöm szépen, szeretlek, és adj neki egy hatalmas pucit. Jó, köszönöm szépen. Jaj, hogy ölelkeznek, olyan édesek. Oh. Jó van. Na örülünk. Ferenc, gyere még ki egy kicsit az osztályon kívülre, és akkor még veled egy mondatot beszélünk. Jó, Brigi, puszilunk, örülünk, csak boldogságot kívánunk nektek. Köszönöm. Ügyes voltál. Ja. Puszi. És tanítsd meg rendesen a karácsonyi dalt a gyerekek. Igen, hajrá, kitartás. Óvónő, szép na. Foglalkozás. Köszönjük szépen, gyerekek. Ti üzentek valamit? Hát mondjuk azt az ifjú vőlegénynek és mennyasszonynak mondtok nekik valamit? Mondjátok, hogy sok boldogságot. Sok boldogságot. Nem? Sok boldogságot mond. Ne menj közel hozzájuk, Roli. Bajuk nem, lesz. Nem. Gyere akkor, Feri, beszéljük még pár szót. Köszönjük szépen, sziasztok. Gyere, Feri. Ó, gyerekek. Kemény ez. Nézést, nem tudom elszakítani a Brigitől, folyamatosan dumál vele. Na, Feri. Akkor, hogy vagy? Megnyugodtál? Mesélj! Hát, a szüzes, hogy megnyugodtam, igen. Egy kisebb fajta szikla esett le a lelkemről. De nagyon helyes voltál egyébként, meg ott kicsit ott bele, és olvastál a papírba, hogy hallottuk, vagy úgy ránéztél. Nagyon jól csináltad, ügyes vagy. Fejből mondok mindent, tudtam, hogy nem így lesz, úgyhogy... Sőt, hogy spontán fejből mondok mindent, hát ez a... Köszönöm, viszont már nem volt, de igen. Jól van. Na, nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönöm, ügyes voltál, hős voltál, azért ezt így 1,5-2 millió ember előtt megtenni nem könnyű. Egyébként ember legyen a talpán, aki ezt így levezényli. Úgyhogy hát megérdemlitek, nagyon sok boldogságot kívánunk nektek, és aztán majd valamikor egy szép esküvőt is. Jó? Köszönjük szépen, értesíteni fogunk. Jó, legalább egy e-mailt nekünk, hogy megtörtént. Vigyázzatok magatokra, köszönjük. Köszönjük szépen mi is. Ügyes voltál. Szia, Feri, sziasztok. Köszi, Roli, sziasztok. Ciao, hello. Na, állandó rovat? Há, ez olyan szép. Gyerekek, szóljatok a CS-nek, hívja a sponsort. Kell még 250 darab gyűrű. Gyerekek, ez jó hallani. Ha ez megkérték már a kezedet, azért, ha még nem, azért, ha már feleséged, férjed van, kicsit jó nosztalgiázni, nem? Talán ha nem házasodtál, akkor ez tudatosul benned, hogy ne is tedd. Igen, de ez egy jó pillanat. Jó pillanat volt. Helyesek voltak nagyon. Mindenki sír. Itt az SMS falon írják. De igen, megható. Komoly, itt könnyezem az üzlet közepén. Jó, hogy nincs vevő, írja Tamás. Gyerekek, 62 éves vagyok, és ezt a lánykérést férfi létebbre megkönnyeztem. Kicsit bekönnyeztem, nagyok vagytok, skacok, üdv Zoli. Hát nem mi, igazából Ferenc, aki ezt hősiesen levezényelte, igen. Egy sima gyári munkás senki nem akar elvenni, kérdezi Kata. Hát az óvonő azért az is egy úgymond, nem egy marketinges, vagy egy cégvezető, egy úgymond általános foglalkozás, mégis milyen szép. Nagyon megható volt, sírok és alig bírom vezetni a kocsim, gyönyörű lánykérés. Ezt András írja. Itt sírunk a férjemmel. Gyerekek, férfiak írnak, hogy megkönnyezték ezt a jelentet. Igen, vezetés közben könnyezem, írja Norbi. Nagyon megható volt egyébként, tényleg az. Megríkattatok a betyárját. Ére nekünk egy hallgató. Eddig ez volt a legszebb, így van, szerintünk is ez volt a legszebb, és egyben az utolsó is, 3 alkalomra szólt, lehet, hogy jövőre hosszabb. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.